nem gondolom, hogy boldogítana. Maga a pénz nem, de amit keresztül rajta megveszel, az boldogíthat. Igen. Hát van, amire megoldás nyilván financiális dolgokra, meg egy család életét megkönnyíti. Ez fontos, de ez nem a legfontosabb dolog. Abban érzékelem a hibát, hogy a célként tekintenek a pénzszerzésre, és nem egy eszközként. Apró boldogságot tud okozni, hogy spórolsz, és amit szeretnél, azt végül megveszed, és nem tudom, akár csak csinosabb lesz tőle a szobád, vagy veszel egy házat, és lesz otthona a családodnak. A gondolom a milliómos gazdagoknak az csak egy gond. Nem tud vele mit kezdeni az ember, az miféle függőségekbe tolja el a dolgot, úgyhogy nem, szerintem nem boldogít. Az egyik dolog, amitől a boldogságunkat várjuk, az az anyagiak területe. Én is mondtam már, és másoktól is hallottam, hogy bárcsak egy kicsivel több lenne a fizetésem, akkor minden könnyebb lenne. Nem véletlen, hogy sokan a szerencsejátékokban próbálnak meg valahogyan vagyonra szert tenni. A nagyszüleim legalább 50-60 éven keresztül lottóztak, de igazán jelentős nyereményük soha nem volt. Viszont minden héten hallottam őket, ahogyan reménykedtek a számaikban, a sorsolásban. Talán te is mondtad már azt, hogy végre boldog lennél, ha kiegyensúlyozottabb lenne a kereseted. A tapasztalataim szerint azonban minél több van, annál több kell az embernek. Nem tudom például, hogy feltűnt-e, hogy ha kapsz fizetésemelést, akkor egy idő után ahhoz igazítod a kiadásaidat, és nem sokára a több, az ismét nem elegendő. És ezzel a több pénz utáni hajsza gyakorlatilag folyamatossá válik az életedben, mert mindig azt reméled, hogy a még több majd megint boldoggá tesz. Ha a hírnév, a siker, a gazdagság boldoggá tudná tenni az embert, akkor nem hallanánk olyan híreket, hogy gazdag és népszerű emberek sajnos véget vetnek az életüknek. Nekik megvolt az, amire te most vágysz, mert ettől reméled a boldogságot, de mégsem volt elég. Úgy néz ki, hogy valami más hiányzott nekik, amit végül nem találtak meg. A megélhetés miatti aggódás változik az élethelyzetünkkel, a korunkkal. Amikor gyerek voltam, akkor nem aggódtam. A felnőttek feladata volt, hogy gondoskodjanak az anyagiakról. Amikor egyedülálló voltam, nem igazán aggódtam, csak magamról kellett gondoskodni. Majd amikor megházasodtam, akkor már másról is kellett gondoskodnom, majd végül, mikor már gyermekem lett, akkor igazán aggodalmas lettem. Tudok-e gondoskodni róla? Mindig lesz munkám? Mi történik, ha rajtam kívülálló okok nehéz helyzetbe sodornak? Ugyanis az életben vannak esetek, amikor befolyásod van a dolgok alakulására. Figyelsz a bevételeid és kiadásaid egyensúlyára, tisztességgel elvégzed a munkádat, vigyázol az egészségedre. Viszont vannak helyzetek, amikor már nem tudod irányítani az eseményeket. Jön egy világválság, egy hirtelen jött akár súlyos betegség, váratlan kiadás, és ha a vagyonodban bízol, vagy ettől reméled a biztonságot, boldogságot, akkor ezek a helyzetek ezt meg fogják ingatni. Jézus sokat beszél a pénzről és a megélhetésről a Biblia új szövetségi részében, hiszen tudta, hogy ez egy nagyon fontos és érzékeny téma az emberek számára. Egy helyen azt mondja, hogy ne aggódj a megélhetés miatt, hiszen az aggódással nem tudod jobbá tenni a helyzetet, vagy hosszabbá tenni az életedet. Valójában az aggodalmaskodás inkább elvesz tőled, mint ad valamit. Elveszi a mindennapok örömét, a nyugalmat, akár az egészségedet is, de valódi megoldást nem nyújt. Vakká tesz a lehetséges megoldásokra, mert arra kényszerít, hogy a bajra koncentrálj. Jézus azt mondja, hogy inkább keresd őt, hiszen neki hatalmában áll gondoskodni mindarról, amire szükséged van. Azt mondja, hogy Isten még az ég madarairól is gondoskodik, figyel a mezei virágokra is, márpedig ezek jóval kisebbek, mint te. Te a teremtés koronája, csúcspontja vagy, rendkívül értékes Jézus számára. Ezért akar segíteni neked, ezért szeretné, hogy keresd őt. Viszont az, hogy Jézus gondoskodni akar rólad, nem azt jelenti, hogy mindent meg fogsz kapni, amit csak megkívánsz. A gyermekeinknek sem adunk oda mindent, amit csak akarnak, mert tudjuk, hogy nem minden szolgálja a javukat. Amikor én megtértem, vagyis keresztényé lettem, akkor egy rövid ideig azt hittem, hogy most már mindig minden jó lesz. Nem lesznek anyagi, kapcsolati, egészségi gondjaim, hiszen Jézus olyan, mint Aladdinnak a dzsinije. Csak meg kell dörzsölnöm azt a lámpást, és már is teljesíti az összes kívánságomat.
Hála Istennek gyorsan rájöhettem, hogy Jézus ennél sokkal többre vágyik. Egy olyan kapcsolatra vágyik veled is, amiben megláthatod azt, hogy mennyire szeret téged, hogy gondoskodik rólad, hogy soha nem hagy cserben, és vele még egy nehéz helyzetet is könnyebb átélni. Az aggodalmaskodás nem segít. Érdemes kipróbálni, hogy milyen, ha Jézust keresed.